Még annyit, nagyon, hogy mondjam, emlékezetes, és tényleg úgy van ez a lázadás. Előbb említettem azt, hogy minket a kerekasztal tárgyalásokról meghívtak az akkori Alkotmányügyi Bizottság ülésére, hogy érveljünk. A bizottság ülésén persze mi nekünk egyszer adtak szót, elmondtuk az álláspontunkat, ott volt egyébként Posgai Imre is a ülésen meghívottként, és Antal József is. És ott egymás után szólaltak fel a képviselők, és megkérdőjelezték, bírálták, kritizálták azt a anyagot, amit nekik meg kellett szavazni. Ugye, ahogy mondtam, az MSZMP ígért, hogy mindent elkövet, és azért ez hatott minden lázadó szellem, ami valóságos volt, ellenére. Mindenki magára ismert, hogy hát én a népet kell, hogy képviseljem, nekem az MSZMP nem parancsol, és a többi. Hát ez akkor megvilágosodtak. De azért igazán nem mentek el odáig, és én nagyon emlékszem, itt volt az Antal Józsefnek egy felszólalása a bizottságban. Azt mondta, hogy kérem szépen, le lehet szavazni ezt a javaslatot, de akkor vállalni kell az ezzel járó felelősséget a történelem előtt, mert beláthatatlan következményei lesznek, hiszen arról volt szó, hogy lesz-e békés rendszerváltozás, vagy sem. Ezt most én teszem hozzá, ő ennyire ezt nem rágta szájukba, csak annyit mondott, beláthatatlan következményei lesznek, hogyha elvetik ezt a javaslatot. És Posgai is érvelt, az ő érveit már nem tudom most felidézni. Aztán részt vettünk a plenáris ülésen, a parlamentben, a felső kakasülőn ott lehetőséget kaptunk, és ott is néztük, és bizony sok felszólalás szólt, amelyik ezzel, azzal, amazzal nem értett egyet. Tehát valóban nem lehettünk abba teljesen biztosak, hogy most ez a gépezet úgy fog működni, mint hogy működött 40 éven át, hogy megmondták a pártközpontban, hogy merre van előre.